Díszes publikumunkat meginvitáljuk Csókakő keményvárába, hogy bemutassuk elődeink hogyan éltek ott. Csókakőváráról annyit szeretnék még gyorsan elmondani. Dacára annak, hogy soha nem vették be, mindig kis számú csapat őrizte. Amiről tudomásunk van, a legtöbb 22 fő volt ott vitézlő katona. A mi csapatunk jelenleg körbe ment portyázni, és amíg őket várjuk, addig bemutatnánk... Nem röhög hátul. Addig bemutatnánk, hogyan éltek, amíg várták a többieket. Vitéz katonák henyélnek a fűben, hazsállnak, majszolnak... Nem henyélek, vagy nem uram, nem henyélek. Vejszenyéjjék, lövészek egyé, vagy valamit kérdjél magaddal, mert látjuk. Gyakorlás közben, miközben ő így a gyakorol, a többi vitéz kardra kért, vagy birokra, amint megállta az jó falatot. Várkapitány úrunk is elcsigázottan, de azért biztosan feláll, és megtűnt vele. Nyeldessen, mert elmetszem a torkát, aztán onnan már csak kifele jön. Ezzel is be kellett érniük. Kapitány uram lassan eltűnik a láthatáron. Vívünk-e hajós félelemben? Vajon merre lehet ez a tőt? Eltány órája már elment! Jól uram! Vizet! Vizet, te kutya fejű! Hol is lehet, uram, miért? De ilyenkor mit tud tenni egy katona? Keresi a fehér népet, hogy meglevje a tenyérbelét. Látom. Van itt egy délre hulló füvet keresnél meg, csatlanom a szlagot! Ha valaki pókálót lett, ott azt is örömmel vettük. Rágja tényleg csócsád a szemba, hát elvérzi! Hát elvérzik! Nem érünk rá! Elvérzik! A köpös szépen! Olyan nagy! Nagy! Teljen föl, nagy uram! Hát ez már alig mozog! De van erre is egy jó gyógy, mondom! Mert mindenféle tudunk, nem? Egy ilyen kislány kell meg. Már alig bírja, már alig lélekli! Szorítsad a segélyen! Szorítsad! Szorítsad erősen! Húzd ki a veszőt! Ne a rétek nem mozgatod! A kutya jól meglőtték! Nagy tapsot megérdemel neki! Az jó, várt kapitány úrunk, elhullok. Mit csináltak ilyenkor a közöttorban? Nem, nem magunk. Hát elvették. Nem magunk még. Kutya, hadd az enyém. Na, egyiké! Beszélek itt egész nap, azt elvennék tőlem. Hát ez úr ember itt útba lesz. Mindegy kicsit arra. Ugye az ördög, ha már itt esett,